Üdvözlök mindenkit! Nálam a csemegeszőlő szüretelése ugye fokozatosan történik, heti rendszerességgel, több alkalommal szedegetem azokat a fajtákat, amik érőfélben vannak, vagy megértek, és el tudom őket adni. Ez történik a mai napon is, szedek néhány ládával. Nagyon szeretem ilyenkor nézegetni a fajtákat, és gondolom más is így van vele. A szüretkor derül ki tulajdonképpen, hogy egy-egy bizonyos fajta mennyire érdemes arra, hogy esetleg nagyobb mennyiségben is foglalkozzunk vele. Ilyenkor lehet igazán megfigyelni, hogy milyen éve volt egy csemegeszőlő fajtának. Meg fogom majd mutatni a mai szüret eredményét is, illetve amit 3 nappal ezelőtt szedtem, azt a néhány ládikó szőlőt is megmutatom. A kékfajták közül nagy-nagy kedvencem a nagyesda azosz. Szeptember 4-én így néz ki, ezeket a fürtöket már fogom szüretelni, most azonnal a napos oldalon helyezkednek el. A tőke másik felén a hálózott fürtök, azok kissé árnyékosabb részen vannak, azokat még hagyom, akár még hetekig is. Eltartható, hogyha nem jönnek komolyabb esők. Komolyabb esőktől romolhat sajnos, tehát a bogyók repedhetnek, bár nem olyan nagy mértékben. Ez például teljesen hibátlan, néhány aszalódott bogyó van, annyi. Más tőkéken észrevettem repedést, sajnos az utóbbi esők nem tettek neki sem jót, mint sok más csemegeszőlő fajtának. A nagyesda akkor is egy nagy kedvencem, és évek óta kiválóan teljesít nálam. Ma szeptember 15-e van, ezt a nagyesda tőkét le fogom most szüretelni még más fajtákkal együtt. Csak mutatom, hogy nagyon hosszúra metszettem az idén, és nagyon sokat hagytam rajta. Tulajdonképpen elkéstem egy kicsit, már korábban le kellett volna ezt a fajtát szedni, mert már egy héttel ezelőtt is kiválóan érett volt. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a fajtát. Egy nagyszerű kékszőlő, egyik szülője a Moldova, ezért nagyon komoly ellenálló képessége is van. Nagyon szép kúpos bogyói vannak. Nagyok és finom. Nem muskotályos, de finom. Nagyon bőtermű. És komoly ellenálló képessége is van. Hamarosan érik az anyuta is, illetve hát mondhatnám, hogy már érik, de hát azért ennél a fajtánál én megvárom még. A muskotályos íze kijön, nagyon szép piros rózsaszín szőlő, késői, relatíve, nem szabad sietni a szüretével, hogyha nem kezd el romlani, akkor célszerű tőkén hagyni, amíg a finom íze ki nem alakul. Rovarok ellen védeni kell, mert nagyon szeretik. Szedtem egy kis szőlőt, a következő fajták vannak. Elég sok nagyesdát leszedtem. Igazából egy tőkéről, de arról mindet. Kicsit csipkedni kellett, ugye voltak betöppett, meg repett bogyók. Hát elkéstem a szüretével, egy héttel korábban kellett volna, de hát most van rá vevő. Úgyhogy szépen elosztottam több fele. Tehát sok nagyesda van, van Dunav. A Dunav teljesen hibátlan. Tehát ezt csak le kellett csippenteni, és semmi. Egy-két ilyen kis fonnyat, töppet bogyó esetleg. Ki sem kell talán csipkedni. Tehát nagyon szép a Dunav, teljesen rendben van, megérett, nagyon finom. Aztán ugye van V25/20, ami elég sok, ez most pont egy kicsi fürt. Vannak nagyobbak is, csak nem akarom a ládát felturkálni. Aztán van
Mi is van még? Kesza. Ugye ez a talizmán. Változatos a bogyóméret, vannak óriási bogyók, és vannak ezek a kicsik, amik ugye magnélküliek. Aztán néhány fűrt Fujiminori, ami egy japán szőlő, és ilyen Isabella vagy Labruska ízű, tehát a Otellóra emlékeztető íze van. Vannak, akik nagyon szeretik ezt a fajtát. Van még Pannonia kincse. Ez egy nagyon szép fürt. Szépen beérett, nem túl nagyok a bogyói. De jó. És van még Anyuta, ami a lényeg. Hát az Anyuta az gyönyörű. És nagyon finom. Nagyon-nagyon finom, muskotályos. Csodálatos. Viszonylag késői a rózsaszín fajták között. Van még Podarov Zaporozsie. Ő az. És ami hasonlít egy kicsit rá, ez a Jablocni, vagy Jablocni fajta, ami mind a kettő fajta, ugye egy kicsit olyan zöldes. A Jablocni a zöldesebb. Hatalmas bogyók, nagyon húsos, nem túl magas cukortartalom, de nagyon jó, és ez is ilyen későbbi. Lehet, hogy kifelejtettem még egy-két fajtát. Ja, persze, van még egy preobrazsénye, egy ilyen kis maradék. És van még Monte Cristo. Itt van. Van még Monte Cristo, ami nagyon jól beérett. De most már le kell szedni, mert hogyha ez esőt kap, akkor nagyon könnyen meg tud romlani. Azt hiszem, hogy más fajtát nem szedtem. Ez már a szeptember 18-ai, vagyis a mai nap szüretének az eredménye. Hát többé-kevésbé ugyanazok a fajták, de azért van némi különbség. Tehát például szedtem szuvenírt. Ennek a fajtának az idén nagyon jó éve van. Bevallom, ez nem szokott nálam ilyen szépen teljesíteni. Meg is tudom mutatni magát a tőkét. Ugye egy tőkén van belőle mindösszesen. Szuvenír szeptember 7-én. Nagyon jó éve van. Nem voltak komoly esők most így szeptemberben az érés előtt, és ezért nem reped, nem rothad. Szépen beszíneződött, cukorfoka is megfelelő. Nagyon piacos megjelenése van egyébként. Gyönyörű hosszúkás bogyók, nagyon-nagyon dekoratív, nagyon mutatós. Érdekes módon még Dixont is találtam, tehát ennek a fajtának valószínűleg az a jó tulajdonsága is megvan, hogy sokáig tőkén hagyható. Ilyenkor azért mindig kiderül, hogy melyik az a fajta, ami nagyon jó, amit úgy érzek, hogy tavaly is jó volt, és ízre, küllemre, termelhetőségre, minden egyezik. Hát most az idén nálam az egyik ilyen az Anyuta, ami egy csodálatosan finom szőlő, ilyen nagyon szép, szinte együttetően rózsaszín, viszonylag késői, és van egy nagyon-nagyon finom egyéni muskotályos zamata, ami nagyon-nagyon jóvá teszi. És hát ugye látható, hogy óriási bogyókra képes. Nagyobb fürtök is vannak belőle. Nagyszerű fajta. Ez minden évben megerősödik bennem az, hogy ezzel aztán érdemes itt egy nagyobb fürt. Érdemes fogni. Elő se veszem, mert föltúrom a ládát. Tehát nagyon, nagyon szuper fajta az Anyuta. Most elég sokat leszettem belőle.
Hát aztán talán ugye ez a jablocs nő, hogy ezzel mi lesz, hogy milyen visszajelzéseket kapok a színe miatt, ugye mivel zöldes, és hát van még jó néhány ilyen kérdés. Itt van például a Fanni. Itt van a Fanni. Fanni, ez egy nagyon ellenálló, nagyszerű magyar fajta, ropogós, és szinte hibátlan, tehát nem reped, nem rothad, vannak kisebb, nagyobb fürtjei, de elég jó kis bogyó mérete és fürt mérete van, tehát egyre inkább megerősít abban, hogy kéne ebből a fajtából még néhány tőkét tartanom, mert tulajdonképpen jól megállja, jól állja a versenyt a többi külföldi fajtával. A Fanni ez egy nagyon-nagyon jó magyar csemege szőlő fajta. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, további szép napot, viszontlátásra!